Szia, Kati! Szia. Mindig jó veled beszélgetni, most pedig különösen, ha jól emlékszem, fél évvel ezelőtt álltunk itt a Recruiteknek a régi sajtófala előtt, most pedig egy gyönyörűen megújult Recruitek Blue 2023-as sajtófal előtt tudunk beszélgetni. Nem csak ez az újdonság, hanem az is, amivel ti érkeztetek most erre a szakmai programra. Igen, tavasszal én nyitottam a napot egy exit interjú tapasztalat előadással, és most pedig a délután, sőt az este lesz a miénk. És valóban egy különleges alkalom ez a mai nap, mert 15 óra 40-kor egy nagyon konkrét és gyakorlatias beszélgetésre invitáltam három olyan HR igazgatót, akik el tudták érni azt, hogy a kékgaléros munkavállalók szeretnek náluk dolgozni. És hogy hogyan, ez lesz a mai témánk. Ezt most még nem tudom megkérdezni, hiszen még előttünk áll a beszélgetés, de szerinted mit fog hozni ez a mai kerekasztal beszélgetés a hogyanok terén? Hát szerintem meg körbe fogjuk járni azt, hogy mik a kulcs tényezői ennek. És direkt a beszélgetés előtt én konkrétan kettő dologra is fel fogom hívni a résztvevők figyelmét. Én mindenképpen azt javaslom, aki itt van, vagy aki utólag szeretné megnézni, hogy érdemes, mert nagyon konkrét best practice-eket, jó megoldásokat fogunk hozni. De ezen túl... Akartam kérdezni, hogy azért ezen túl is hoztok valami bizony izgalmat a mai napra. Méghozzá szerintem egy rendkívül nagy dolgot, mert hogy 5 éve, hogy elindítottuk a fluktuációs benchmark kutatásunkat, és ezt azzal a céllal indítottuk el, hogy a döntéshozóknak adjunk földrajzi és iparági tiszta képet, hogy mi van Magyarországon fluktuáció helyzet tekintetében, hiánypótló, sőt az egyetemik is jelzik nekünk, hogy hiánypótló. És ezt azóta minden évben lebonyolítjátok. És ezt már 5 éve minden évben. 167 ezer foglalkoztatott, 190 vállalat vesz részt ebben, és Magyarországon 32% az fluktuációs adat, éves átlag, de azt is tapasztaljuk, hogy vannak olyan cégek, akik fantasztikus eredményeket érnek el. Na és ez a díjátadó azért jött létre, HR Revolution díj néve, hogy szeretnénk bemutatni a munkaerőpiacnak azokat a vállalatokat, akik erre képesek. És a díjátadón egy kis meglepetéssel is készültünk, mert a 24 vállalat, aki kiválasztásra került, egy szakmai felkonferálással lesznek bemutatva, hogy hogy érték ezt el. Hát ez nagyon izgalmas, én már most várom a kerekasztalt is, meg ezt a díjátadót, úgyhogy találkozzunk ott, és találkozzunk egy fél év múlva a Recruitek konferencián. Itt leszek mindenképpen. Köszi, Kati. Én is köszönöm.